Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntjük Önöket a PM Info mai alkalmán. Örömteli hírekről kell, hogy beszámoljak rögtön a aktuális COVID számokkal, információkkal kapcsolatban, mert 14-re csökkent a hatósági házi karanténban lévő polgártársaink száma, és 117 főre csökkent a igazoltan pozitív mintát produkálók száma a városban. Egy héttel ezelőtt ez a szám 127 volt, azt megelőzően 131 néhány, azt megelőzően 151 néhány, úgyhogy most már tényleg tendenciát mondhatunk, hétről hétre csökken mind a karanténban, mind pedig a lévők, mind pedig a fertőzöttek száma. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó hír, és nagyban köszönhető annak, hogy ezzel párhuzamosan pedig rekordszerűen ugrott meg az oltást felvevőknek a száma. Köszönjük szépen az egészségügyben dolgozók munkáját, legyen szó háttér szervezőkről, vagy magukról, a vakcinát beadó orvosokról. Nagyon komoly munkát végez mindenki, és bizony kézzelfogható eredménye van a munkájuknak. A kórházról is nagyon jó híreket hallottunk, 20 fő alatt van a bent lévő kezeltek száma, és jelen tudásunk szerint senki nincsen az intenzív osztályon. Ez egy néhány héttel ezelőtti állapothoz képest azt gondolom, hogy abszolút üdvözítőnek mondható, sokkal rosszabb számokkal dolgozott az intézmény gyakorlatilag január közepétől. Talán itt is kézzelfoghatóvá válik az, hogy lassan magunkra tudhatjuk a harmadik hullámot, és mondjuk Hollandiával ellentétben nem csap át egy negyedik hullámba Magyarország. De hogy pontosan mi a helyzet az egyes intézményekben, ennek a sorát az Egyesített Szociális Intézménnyel kezdjük, melynek adatait polgármester úr ismerteti Önökkel. Valóban így van, én is köszöntöm a nézőket. Az Egyesített Szociális Intézményben és a Szent Anna Szeretett Otthonban is, tehát arról majd a polgármester úr fog néhány szót szólni, folyamatosan hétről hétre ugyanazt tudjuk tájékoztatásként mondani. Minden rendben van, nincsenek fertőzöttek, ellátják a dolgozók a feladatukat kiváló minőségben és nagy odafigyeléssel, működnek a rendszerek. A fogyatékosok napközi otthona hétfőtől péntekig várja az ellátottakat, az idősek klubja pedig hétfőtől szombatig van nyitva, és lehet addig bejárni. Én azt gondolom, hogy ettől jobb hírt jelen pillanatban a bentlakásos és a nem bentlakásos feladatokkal kapcsolatban nem lehet mondani, de nem ide tartozik, viszont olyan friss, hogy nem volt időnk megbeszélni, hogy mikor kerül sorra a téma, és azt gondolom, hogy illő minél előbb elmondani. Mai hír, hogy a Magyar Orvosi Kamara megyei területi szervezete életmű díjat adományozott több orvosnak. Sátoraljaújhely város Erzsébet kórházában hárman is megkapták ezt az életmű díjat. Ez egy nagyon komoly elismerés, hiszen ezt a szakma adja. Nem más. Ebben a díjban részesül dr. Könyves Sándor, dr. Rácz Ernő és dr. Szigeti László urak. Innen is gratulálunk nekik, hosszú boldog életet és aktív időszakot kívánunk, hiszen nem csak önmaguk miatt, hanem miattunk, itt élő emberekért is és a térségben élőkért is fontos, hogy ez a szakmai tudás, ami az elmúlt évtizedekben náluk felhalmozódott, az még továbbra is használva legyen az itt élő emberek érdekében, egészségének az érdekében. Mielőtt a Szent Anna Szeretett Otthonnal kapcsolatos információkat megosztanám Önökkel, engedjék meg, hogy én is gratuláljak a doktoroknak, főorvos uraknak a elismeréshez. Azt hiszem, jó például szolgálnak az utána következő orvosgenerációknak, hogy milyen dolog az, amikor valaki ilyen hosszú éveken keresztül lelkiismeretesen végzi a munkáját. Gratulálok és jó egészséget kívánok én magam is. A Szent Anna Szeretett Otthonban továbbra sincsen fertőzött beteg, sem tünetekkel bíró beteg, illetve ellátott, illetve kiterjesztették azt a speciális konténeres látogatási formát, ahol a hozzátartozók a bent lakó ellátottal úgy beszélgethetnek egy konténerben plexivel elválasztva, hogy fizikai érintkezés nincsen közöttük. Tehát ezt kiterjesztették a szerdai naptól,
szerdai napról, most már szombatra is, tehát heti két alkalommal áll így az intézmény a hozzátartozók és az ellátottak rendelkezésére. Továbbra is az az igazgatóasszony kérése, hogy minden egyes esetben előre egyeztessenek időpontot, hiszen nekik be kell osztani, hogy szerdán, és így már szombaton is melyik ellátotthoz mikor érkezhet hozzátartozója. Kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe, érdeklődjenek intézményvezető asszonyéknál, és az ott elhangzottak alapján látogassák meg a hozzátartozóikat. A rendőrkapitányság tájékoztatása a mai napon. Az elmúlt egy hét alatt 4 szabálysértés feljelentés érkezett, a kijárási korlátozás, magyarul a karantén megszegése miatt. A második információ, 5 esetben helyszíni bírsági és 6 esetben szabálysértési feljelentés történt, itt pedig a maszk használati szabályok megszegése miatt. Látható, hogy ezek a számok is szépen zsugorodnak, nem a méretüknél, hanem a számosságoknál fogva, és reméljük azt, hogy előbb-utóbb elérjük azt, hogy ezen a helyen nem szerepelnek számok. Ettől függetlenül mindenkit arra kérünk, hogy a szabályokat továbbra is tartsák be, mert csak akkor érünk el eredményt, akkor lehetünk sikeresek a járvány leküzdésében, hogyha a társadalmi fegyelem az megvan mindenkiben. Az elmúlt héten hirdettünk arról, hogy a Hétszínvirág óvoda is megnyitotta kapuit a hétfői nappal. A igazgatóasszony tájékoztatása szerint egy lépcsőzetes, fokozatos feltöltésben gondolkoznak. Az első héten túl vannak, ahol is azt kérték a szülőktől, hogy csak azok a gyerekek menjenek óvodába, akiknek az otthoni ellátását nagyon nehéz megoldani. A munkaadók már nem bírnak megfelelő türelemmel. Ennek nagyon jól eleget tettek a szülők, de most már a második lépcsőn járunk. Ez azt jelenti, hogy ezen a héten már a gyermekek 52%-a ment el az óvodába. Jövő héten az előzetes felmérések alapján ez a szám már 80%-ig fog feltolódni. Tehát valóban szép fokozatosan, lépcsőzetesen indul meg az intézmények feltöltése. Van egy olyan óvoda, amelyik a fenntartója nem az önkormányzat, az a Szent Margit óvoda. Itt a gyermekeknek a 70%-át vitték a szülők az óvodába, illetve megadja a önkormányzati fenntartás óvoda a lehetőséget azon családok számára, ahol óvodaköteles korú a gyermek, de mondjuk kisebb testvér odahaza van, és a szülők azt gondolnák, hogy mégsem engednék közösségbe, hogy egy hónap időtartamra meghosszabbíthatják a szülők az otthon tartózkodást. Erre egy kérelmet kell benyújtani az intézmény vezetőinek. Ezzel kapcsolatosan minden információt az óvónőktől meg tudnak kapni. Természetesen mindenhol pozitívan fognak hozzáállni a szülők kérelméhez az intézményvezetés részéről. Tehát egy hónappal meghosszabbodhat az az idő, amíg az óvodaköteles gyermek, korán elfogva óvodaköteles gyermek otthon maradhat, abban az esetben, hogyha kisebb testvére van odahaza, és a szülő gondviselő otthon van. De hogy mi a helyzet az általános iskolákban, itt egy héttel a nyitást követően, erről polgármester úr adott tájékoztatást. Így van. Az általános iskolákban ezen a héten az alsó tagozatos gyerekek járatnak iskolába, ez így volt ugye a tavalyi héten is. Vannak jó adataink, és vannak furcsa adataink is, úgy, mint ahogy a múlt héten is mondtam ezt. A Kazinci általános iskolában 85%-a ment a gyerekeknek iskolába, a Szlovák általános iskolában 93%, a Petőfi általános iskolában 98%, a Szent Margitban 95%. Ezzel szemben a Jókai tagintézményben csak a 38%, az Esze Tamás iskolában 35%, a Deákúti általános iskolában pedig 95%. Én arra biztatnám újra a szülőket, a pedagógusokat, ahogy lehet, próbálják meg rábírni, illetve elérni a gyerekeket, a családokat, hogy a gyerekek menjenek iskolába. Ha nem sikerült esetleg jól az otthon tanulás, most még ebben a hátralévő időszakban év végéig rá lehet erősíteni, hogyha benn van az iskolában, ha benn van a tanítási órán a gyerek. Ha nem, akkor az is lehet, hogy szeptemberben olyan sok mennyiségű tudás kihullik a gyerek fejéből, hogy szinte előről kezdi majd. Óriási hátrányba kerülhet. Ezt érdemes elkerülni. Nem véletlenül mondom, pedagógus vagyok magam is, hogy a gyerek érdeke az első, így ebben az esetben is. De hát azt mindenki tudja, hogy 3,5 millió beoltottnál egy bizonyos fajta könnyítés történt a múlt hét végén, és az előrejelzések szerint május 1-jére, vagyis szombatra a 4 millió
beoltott is meg lesz, sőt lehet, hogy péntekre, és itt újabb könnyítések történhetnek, vagy történnek. Ez érinti a várost, és ezen belül pedig érinti a Zemplén Karantparkot, úgyhogy itt köszöntöm Túl Csaba igazgató urat, és megkérném, hogy ezzel kapcsolatban mondja el a aktuális információkat. Köszönöm szépen, én is szeretném köszönteni a Zemplén TV, illetve a Zemplén TV Facebook rajongó közönségét. Valóban, az elmúlt másfél évben most már harmadik alkalommal mondhatjuk azt, hogy ismételten megnyitja a Zemplén Kalandpark a kapuit. Biztos vagyok benne, hogy ez rekordot jelent a kalandpark életében. Nagyon vártuk már, ezt ismételten el kell mondanom, hiszen a nyári szezon az mindig egy kiemelt szezon a Zemplén Kalandpark számára. Viszont ezúttal valóban olyan szabályok, olyan előírásokat is be kell tartanunk, amelyek idáig ugye nem volt szükséges. A kormány rendelet az elég határozottan fogalmaz, a Zemplén Kalandpark megnyithatja a kapuit, viszont csak azon vendégek számára, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, illetve ezen védettségi igazolvánnyal rendelkezők felügyelete alatt álló kiskorúak, tehát 18 év alattiak számára. Biztos vagyok benne, hogy ez adott esetben félreértésekre adhat okot, ezért a vendégeink türelmét előre is szeretnénk kérni, viszont szeretnénk felhívni arra is a figyelmet, hogy abban az esetben, hogyha valaki nem tudja ezen védettségi igazolványt felmutatni a pénztáraknál, illetve az ehhez kapcsolódó hatósági igazolványa nem tudja igazolni, hogy valóban védett, vagy a felügyelete alatt lévő kiskorú valóban az ő felügyelete alatt van, akkor viszont sajnos nem lesz lehetőségünk arra, hogy akár bobjegyet, akár bármilyen más szolgáltatást igénybe tudjon venni az Zemplén Kalandparkban. Úgyhogy erre szeretném kifejezetten felhívni a kedves vendégek figyelmét, hogy mi is azért vagyunk, hogy szolgáltassunk, hogy izgalmas élményeket adjunk, viszont ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy a kormány rendelete által adott kereteken belül működünk majd. Talán ez a legfontosabb kérdés, ezt az igazolványt, tehát majd a pénztáraknál kell felmutatni, és a pénztáros fogja ellenőrizni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy hatósági igazolványjal együtt érvényes ez, tehát személyigazolvány, diákigazolvány mindenképpen fel kell majd mutatni, ahhoz, hogy igénybe lehessen venni az Zemplén Kalandpark szolgáltatásait, és ezt követően lehet majd belépni a kalandpark területére. A kormányrendelet arra is lehetőséget ad, hogy a védett személyek, illetve akik igénybe veszik a szolgáltatásokat, számukra a maszk használat az nem kötelező. Mi ettől függetlenül ajánljuk, és a kollégáink is maszkban és kesztyűben fognak dolgozni végig az ő, illetve az önök a kedves vendégek egészségének érdekében. Ezek tehát így nagyjából a legfontosabb követelmények, viszont mi fog működni és hogyan fogunk működni. Nyári időszámítás szerint fogunk megnyitni, ez azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig reggel 10 órától este 7 óráig, szombaton, vasárnap, illetve ünnepnapokon pedig reggel 9-től este 7 óráig leszünk majd nyitva. Szintén fontos kérdés, hogy milyen élményelemek fognak működni. Az elmúlt héten kaptunk több kérdést is a vendégeinktől. Az egyik kérdés a következőképp hangzott, mikor lehet jönni libegőzni. Hát sajnos ugye, ahogyan azt már számos alkalommal elmondtuk, a kalandpark életének az egyik legfontosabb fejlesztési időszakában vagyunk. 2 új libegő fog épülni, az első a Magashegyen, a jelenlegi libegőt kiváltandó, a másik pedig a Szárhegy és a középső állomás között épül. Sajnos ameddig ezek el nem készülnek, addig libegőzni nem lehet, viszont minden más élményelemet a lehetőségeknek megfelelően fogunk majd üzembe helyezni. Így úgy látjuk, hogy a nyitás követően lehet majd bobozni, átcsúszni és a kabinos kötélpályát is használni. Az ezzel kapcsolatos részleteket a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, valamint itt a Zemplén TV-ben és majd a Zemplén FM-en is közzé fogjuk tenni, el fogjuk mondani minden formában, de természetesen lehet keresni majd bennünket telefonon, illetve a Facebookos elérhetőségeinken is. Tehát várjuk Önöket, nagyon vártuk már az ismételt indulást, számos újdonsággal készülünk ezen a nyáron is, nem fogjuk elfelejteni majd azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek védettségigazolványjal, és élvezték múlt éven az éjszakai bobozás lehetőségét. Több éjszakai programmal is készülünk, és jelenleg úgy látjuk, hogy a korcsolya pályánk is tovább fog működni, tehát lehet, hogy hamarosan közösség korcsolyára is lehetőség lesz. Köszönjük szépen, igazgató úr, valóban így legyen, drukkolunk a kalandparknak,
és köszönjük az eddigi munkájukat, és mindjárt nevében mondhatom, hogy egy jó szezont, a lehetőségekhez képest egy jó szezont kívánunk Önöknek. Kedves nézők, az elmúlt hétvégén, igazából nem is csak szombaton, mert pénteken már elkezdődött egy nagyon jól szervezett hulladékgyűjtési várostakarítási programon vehettünk részt. Sokan voltunk, hál' Istennek, és sok helyszínen. Megköszönöm a Városvédő és Szépítő Egyesületnek, illetve a Kossuth-Lajos Gimnáziumnak, és hát a kettőt összeköt egy név, Kababik Edina és a kollégái segítői segítségét, mert ennek eredményeképpen egy nagyon komoly nagy takarítás történt. Hát öröm az örömben, vagy öröm az örömben, hogy ma pedig kaptam fényképeket az egészségház mögötti szeméttároló környékén áldatlan állapotokról. Ez az, amikor a város egyik része, vagy a közösség egyik része, gondolom én túlnyomó része, szereti a rendet, a tisztaságot, és tesz is érte. Valaki pedig úgy gondolja, hogy ez neki nem számít, csak nyugodtan gorja, ahova tudja. Bár ingyen el lehet vitetni a szeméttelepre, az átrakóra a hulladékot, mégis jobb a szívének, hogy csúfítja a várost. Ettől függetlenül nem állunk meg senki kedvéért, és elkezdünk egy szervezést az Emplém, vagy Tokaj hegyalja, vagy a kiemelt világörökségi térségének, hogy tetszik, összességében 70 településének a bevonásával a környezet megtisztatására, még ezt talán májusban meg tudjuk szervezni, mégpedig úgy, hogy most nem a belterületi határokon belül gondoljuk el ezt, hanem az élővizeknél, a jelzett és nem jelzett turista utak környékén egy nagyobb kört gondolva egy-egy település köré, kicsi és nagy településre egyaránt vonatkozik. A fejlesztési tanács elnökével történt megbeszélés alapján ezt a felhívást elkészítettük, ez nem sokára, még ezen a héten kiérkezik ezekre a településekre. Szúnyogírtás, ugye aktuális téma, minden tavasszal és nyáron előjön a kérdés, hogy lesz-e szúnyogírtás. Megnyugtatom a kedves nézőket, természetesen lesz szúnyogírtás. A város által megrendelt szúnyogírtásból 8 alkalommal lesz lehetőségünk a permetezésre. Ezek földi kötképzéses szúnyogírtások lesznek, kivéve az elsőt, a legelsőt, ami május 10-én, 11-én kerülhet sorra. Ha nem jó az idő, akkor pótidőpont persze be van kalkulálva. Ez légijárműről, helikopterről vagy repülőgépről, kis repülőgépről történik. Tehát lesz légiírtás is, és hát azt gondolom, vagy azt remélem, hogy ez a 8 alkalom, ez elegendő lesz arra, hogy megfelelő körülmények legyenek a városban és a város közvetlen környékén. Említettem, hogy egy picit részletesebben belemegyünk abba, hogy változnak a szabályok 4 millió beoltott esetén. Ugye számos média felületen találkozhattak már a kedves nézők ezzel, de azt gondolom, hogy ahogy az élet sok területén, úgy itt is az ismétlés a tudás anyja, hogy a mondást tartja. Szaladjunk is végig ezeken a korlátozó intézkedések enyhítését jelentő következő lépéseken. De abban az esetben, hogyha eléri az ország a 4 millió átoltottat, akkor a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre fog módosulni. Az üzletekben este 11 óráig lehet majd vásárolni. Kicsit olyan érzésem, hogy a night shoppingot egy picit ki fogják tudni terjeszteni azok az üzletek, akik szeretnének ebben részt venni a védetteknek, akinek védettség igazolványa van. Este 11 óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. Ez egy nagyon nagy lépés lesz, hogy már nem csak rossz időben diderekben a teraszon ülhetünk, hanem bemehetünk az étterembe, és a szülők és a családtagok a gyermekeiket is magukkal vihetik, ugyanazok a szabályokkal, amiket korábban igazgató úr említett. A védettek szállodákba is mehetnek, és szintén a nevelésükben lévő gyermekeiket is magukkal vihetik. A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket a védettség igazolvánnyal újra lehet majd látogatni. Ezek közé tartoznak az állatkertek, a vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik és könyvtárak is. Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl is csak a védettek mehetnek, tehát akik védettség igazolvánnyal rendelkeznek, illetve azok a
a sportolók, és 18 éven alatti sportolók is, akik valamely országos szövetség által hivatalosan igazolt sportolók és versenyengedélye rendelkeznek. Erről hadd mondjak egy mondatnál többet, mert hogy sokan megkerestek bennünket is, hogy nagyon szívesen csatlakoznak például az MPN Hughes-ok csapatához, hogy akkor majd járhassanak konditerembe. Hát ez így nem működik, nem elég belépni egy ilyen szervezetbe, hanem versenyengedéllyel is rendelkezni kell. Ez egy szigorúbb regisztrációhoz kötött, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy ne ostromolják meg a városban, térségben működő sportszervezeteket, oltassák be magukat, és akkor nyugodtan mehetnek edzőterembe, uszodába, és jöhetnek hozzánk az Emprém Kalandpark jégpályájára is. A védetek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig akár a sportrendezvényeket is látogathatják. A védettségi igazolás, hogy a védettségi igazolvány bemutatásával történik, és erről is hadd mondjak egy mondatnál többet. A Facebookon rohamosan terjednek egyrészt azok a vállalkozások, akik azt hirdetik, hogy ők bizony nem fogják elkérni a védettségi igazolványt. Hát szerintem egy ilyen versenyben nem menjünk bele, mert 100 000 forinttól 1 millió forintig sújtható az a szolgáltató, aki ennek a feladatnak nem tesz eleget, és ez valóban nem játék. Ezt ne fogjuk föl mindenféle kormányellenes propaganda fogásnak, hogy majd mi azért is megmutatjuk. Legyünk tekintettel az embertársaink és a saját egészségünk védelmére. Örüljünk annak, hogy bizonyos szabályokkal újraindulhat az életünk, de ezeket tartsuk be, és mi vendégek legyünk türelmesek, és bizony, hogyha van olyan családtagunk, aki nem rendelkezik védettségi igazolványon, és a 18. életévét már betöltötte, őt ne próbáljuk meg elvinni magunkkal étterem belső terébe, vagy akár az MPN Kalandparkba. Arra kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek oda ezekre a szabályokra. Nagyon jó, hogy enyhül az életünk, nagyon jó, hogy belépnek ezek a könnyítések, de hogy ez így is maradjon hosszú távon, ehhez ezeket a korlátozókat, ezeket a könnyített korlátozó intézkedéseket mindenféleképpen be kell tartani. De hogy mi a helyzet az anyák napjával és a ballagással a városban, erről már polgármester ad önöknek tájékoztatást. Valóban, ezen a héten 2 évvel ezelőtt került sorra az utolsó olyan ballagásra, ami a hagyományos módon történt, és most biztos, hogy nem fog. Nem lesz sem központi ballagás, és sem középiskolai ballagás sem. Ettől függetlenül sok boldogságot, jó erőt és sikereket kívánunk az érettségén a diákoknak, a végzősöknek, a pedagógus kollégáknak pedig azt, hogy az a munka, amit belefektettek 4 év alatt a gyermekek tudásának bővítésébe, az most érezhető, legyen, le lehessen szedni a gyümölcsét, illetve azt is, hogy ez a tudás, ami megszerzésre került a fiatalok részére, azt jól hasznosítsák, jól kamatoztassák, olyan továbbjutási, továbbtanulási vagy munkalehetőséget találjanak, ahol az életük értelmét megtalálják. Ehhez sok sikert kívánunk, és valóban vasárnap, május első vasárnapja az anyák napja. Egy közérdekű közlemény már éppen a mai napon elkészült ezzel kapcsolatban, de innen is köszönjük az édesanyákat, köszönjük a nagymamákat, köszönjük mindazokat, akik gyermekeket vállaltak és vállalnak, és foglalkoznak velük és nevelik őket. Köszönjük a munkájukat, a kitartásukat, a szeretetet, amit a lehetőségekhez képest remélem mindnyájan megpróbálunk meghálálni. Tisztelt Hölgyeim és Uram, egy olyan beruházásról kell, hogy beszámoljak, amire nagyon régóta várunk, és hát egy kicsit olyan volt nekem az utóbbi időben, Kálánbornak a felesége, hogy beszélünk róla, de még senki nem látta. Ez nem más, mint a Kondi Park fejlesztés a Dohányúti sportpályán. Hát egy kicsit több mint 2 évvel ezelőtt indult ez a projekt, és azért vagyok egy kicsit lazább ezen téma emlegetése okán, mert a hiba nem a mi készülékünkben van. Ez egy olyan típusú pályázat volt, amit benyújtott az önkormányzat. Örömmel kaptuk a hírt, hogy eredményesen pályáztunk és nyertünk, majd innentől kezdve nem az önkormányzat folytatta le az ehhez szükséges közbeszerzési eljárást, választotta ki a kivitelezőt, adta át a munkaterületet és valósította meg a programot, hanem egy nagy szervezet az ország minden egyes területén foglalkozott ezekkel a kondipark létesítésekkel, akik ezen pályázati konstrukcióban nyertek. Na hát ez ennyi ideig tartott, de nagyon örülünk, hogy felszállt a füst és megszületett a megfelelő döntés. A munkaterület átadása került e hét elején. Akik voltak lent tegnap előtt a Dohányúti pályán, láthatják, hogy a hátsó bejárat melletti területen már le van szalagozva egy nagyobb rész. Az úgynevezett tükröt már kiszedték. Itt hamarosan megtörténik az alapozási munkája ezeknek az eszközöknek. Gumi padlóval lesz burkolva az eszközöknek a környéke, és reméljük szerint nagyon rövid időn belül el fog készülni ez a beruházás. Ezzel azt gondolom, hogy megint egy nagy lépést teszünk abba az irányba,
hogy még jobban használható legyen a Dohányúti sportpálya, és ahogy az elmúlt PM Infón szóba került, hogy a csökkentett üzemmódba elindult a ügyfélfogadás, így lehetőséget tudunk nyújtani újra a tokenek megvásárlására, tehát aki sportolni szeretne, azt kérjük, hogy majd a megadott idősávokban keresse a kollégáinkat, váltsák ki ezen tokeneket, és így tudják használni majd természetesen a Kondi Parkot is. Az éven tervezünk több olyan szabadidős eseményt, aminek helyszíne lesz a Dohányúti sportpálya, de természetesen majd, ahogy közeledünk ezek felé, akkor fogunk tudni hírt adni önöknek. Az ilyen eseményekről jó sportolást kívánunk mindenkinek, és hát közeledik a fürdőruha szezon, azt hiszem itt az idő, hogy mindannyian egy picikét formába hozzuk magunkat így a húsvéti ünnepkört követően. Így van. A felhívást szeretnék önökkel közölni. A Pirehab, amely egy nagy vállalat, különböző telephelyei vannak, itt Sátor a Jóhelyben és az Ady Endre utcán. Ők megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. 4 órás munkaidőről van szó. Bővíti a létszámát a Pirehab, így lehetőség van arra is, hogy sátorolja Újhelybe. Az Ady Endre utcán lévő telephelyen jelesül az Ady Endre 2 számú. A régi, újhelyek tudják, a régi véradó feletti épületekről van szó. Jelentkezni lehet munkára, aki megváltozott munkaképességű. Egyik lehetőség az, hogy elmegy erre a címre, az Ady Endre 2-re, és Lővei Lászlónét, a vezetőjét a kirendeltségnek megkeresi, és ő elmondja, hogy milyen információk szükségesek a munkába álláshoz. Ha nem tud fölmenni bármilyen okból az épülethez, akkor egy telefonszámot mondok, és majd kérném a televíziót, hogy képújságban ez jelenjen meg. Ez egy 30-as szám, 330-68-11. Mai PM Infók végéhez közeledünk. Nincs más dolgom, mint hogy a szokásos gondolatokat megismételjem. Arra kérjük önöket, regisztráljanak az oltásra. A vaccinainfo.gov.hu/regisztráció/oltásra honlapon, de azt gondolom, hogy számos olyan felület van, ahol nagyon könnyebben tudnak botlani ebbe a honlapba, hogyha olyan hozzátartozónk, rokonunk, barátunk, családtagunk, szomszédunk van, aki nem internet felhasználó, segítsük őt azzal, hogy beregisztráljuk. Ráadásul mostanra kiterjedt a oltásra való jelentkezés, hiszen bizonyos esetekben már időpontot is lehet foglalni a regisztráltaknak, erről ők e-mailben kapnak értesítést, azokkal az időablakokkal, ahol lehetőségük van oltóponton az oltást fölvenni. Kérjük önöket, regisztráljanak, a könnyítések ellenére tartsák be a aktuális óvintézkedéseket, közösségi térben viseljük a maszkot, tartsuk a távolságot, és a szabályok betartásával örömmel vegyük igénybe azokat a szolgáltatásokat, amelyek az enyhítés következő lépcsőfokaként bekövetkeznek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak a mai PM Infón. Viszontlátásra, vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra.